A tavalyi 2020-as év elején egy fémdetektoros régészeti aktivista ajándékaként egy közel 400 éves fátyoltű került a Vasinszky-Mór megyei múzeum régészeti anyagába. A tű Cikó és Ófalu határában a 17. században elpusztult Eszter pusztán került elő, a rezgő tűk csoportjába tartozik, melyek a tűkön lévő kis csüngődíszek mozgásáról kapták a nevüket. Magáról a hajtűről annyit lehet mondani, hogy aranyozott ezüst az alapanyaga, égköves díszítés található rajta, illetve csüngődíszek. Ezek a hajtűk írott forrásokban is szerepelnek a 1600-as évektől kezdve. Ilyen gömbfejű hajtűk, a nemes hölgyek fejét díszítették, de nyilván egyszerű példányokban a köznép között is terjedt. A hajtűnek még az az érdekessége, hogy nagyon hasonlít a bádudvarnoki hajtűre. Valószínűleg egy műhelyben készülhettek. Ugye bádudvarnok az Somogy megyében található, tehát így a Dél-Dunántúlon, Kaposváron is került elő hasonló hajtű, az egy kicsit stílusában más képvisel, mint a bádudvarnoki és az eszterpusztai hajtű, de nyilvánvaló, hogy itt lehetett egy ötvös műhely, melynek a termékei voltak ezek a fejdíszek. A sírokból előkerült tűkkel kontyot vagy fátylat rögzíthettek. Mind a konty, mind a fátyolviseletre vannak írásos adataink is. Wilhelm Dillich 1600-ban a fátyolhoz használt tűkről így ír. Fátyolukat fejük körül csavarják, s nagy gömbös tűkkel szúrják le. A hajtű két félgömbből áll össze, a két félgömb össze van forrasztva, illetve a félgömbnek a teste az áttört, tehát az áttörések pedig kör, illetve rombusz formákat ölelnek. Ugye a rombusznak a közepén találhatóak ezek a foglalatos égkövek, illetve a rombusz sarkaiban pedig ilyen gyöngyimitációs filigrán díszek láthatóak. Ugye magának a fátyoltűnek a tetején van egy korona, egy háromágú korona, csúcsdísszel. És ugye ami még érdekes, hogy ilyen csüngődíszek találhatóak még a gömb testén, és a csüngődíszek is égkőberakásosak. Apor Péter Metamorfózis Transzilvániae című 1736-ban írt munkájában a székely asszonyról ezt írja. Minden lófő vagy darabant embernek az felesége nagy kontyot viselt, abban nagy két tőt szúrt fel, mintha két szarva lett von. Az konty felől való része az tőnek hólyagos volt. Némelyeknek az hólyagja aranyas, az többinek olyan volt, az micsodás tőle kitölt. Ezek nagyon sokban hasonlítanak a tavalyi évben bemutatott füstös tó dűlői gyűrűhöz. Azon a gyűrűn is égkőberakásos díszítések voltak láthatóak, illetve csüngő dísz azon is volt, de a csüngő díszeken nem voltak égkőberakások, tehát azok ilyen egyszerűbb, úgymond lakat formájú csüngődíszek voltak, és a hajtűknél is az vehető észre, hogy a balassagyarmati hajtűn ott még a lakat forma dominál, tehát az látható a lakat formájú a csüngődísz, de a többi esetben viszont ilyen elnyújtott téglalap alakúak a csüngők, és a csüngők nem őrzik már a lakatnak a formáját, hanem a legtöbb esetben égkőberakásosak. Tehát úgy tűnik, hogy a kezdeti időszakban a lakat dísz az volt divatban, és később időben pedig stilizálódott, és elveszítette az eredeti formáját, és ilyen lekerekített téglalap alakú
lett a díszítés. A 16.-17. századi temetőkből viszonylag nagy számban kerülnek elő hajtűk. Az egyszerűbbek bronzból készültek, de vannak díszesebb példányok is. Nemes fémből, filigrán díszítéssel, ékkővel. Előfordul, hogy egyes sírból egyszerű és díszes nemes fémből készült tűk vegyesen kerülnek elő. Keltezésükre támpont az 1882-ben előkerült Bánffy Hunyadi kincslelet, melyben nem csak díszes tűk voltak, hanem Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 1622-ben és 1625-ben vert pénzei is. Általában ezeket a tűket a pártában járó lányok hordották, tehát akik jegyesek voltak, vagy még a jegyesség előtt, tehát hogy a fiatal lányok hordották, ugyanígy a gyűrűt is. Ugye a maga a lakat, tehát a lakat az a mai napban is ugye egyrészt a hűségnek a jelképe, tehát az örök összetartozás. Ugye itt már a lakat motívum nem jelenik meg, de mint mondtam, hogy a gyűrűknél is, és egy esetben a fátyoltűknél is díszítőelemként szerepel a lakat, tehát hogy még az is lehet, hogy ilyen jegyajándékként kaphatták a ifjú hölgyek. Tehát ugye ez aranyozott ezüst, nyilván egy módosabb hölgyé lehetett, viszont nagyon sok esetben egyszerű bronz és díszítetlen hajtűk is előkerülnek, illetve olyanok, aminek a végén csak egy gombocska van, tehát mint egy gombos tű vagy kötőtű. Régészeti adatok alapján tehát a 16. század elejétől a 17. század első feléig voltak divatban a gömbtagú fátyoltűk. Így az eszterpusztai fátyoltűt is erre az időszakra lehet datálni, ennek is inkább a második felére.